Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon köszönöm Ádám lelkesítő bevezetőjét. Beszéltél is Stockholmról, de szerintem a te karmád már inkább Oszlóban van. És nagyon örülök, hogyha mindenki motiváltnak érzi magát, mert hogyha nem motiválod magadat, akkor majd a karmát fog, az nagyon másfelé, mint a saját döntésed. Az ötlött eszembe, hogy milyen keveset tudunk gyakorolni. Nézd meg, hogy mivel foglalkozunk egész életünkben. Ugye meg kell születni, föl kell nőni, valamilyen szintű tudatosságot el kell érni, és amikor rájössz, hogy itt miről van szó ebben az életben, az alapesetben 20 és 24 éves korod között bekövetkezhet. De lehet, hogy még akkor sem. És így 24 és 28 között még van egy hatalmas ablak, egy lehetőség. Aztán általában 28 és 34 között a nagy elkötelezettségekbe szoktak jönni. Vagy szerzetes leszel, vagy megházasodsz, per férjhez mész. Szungszen mindig mondta, vagy vágd le a hajad, és legyél szerzetes, vagy pedig házasodj meg. Valamilyen helyzetbe kerüljél már, mert csak hogy egyedül vagy, és a véleményedet szólod a világba, az nem jó. Valamilyen elkötelezettség kell, különben nem tanuljuk meg soha, hogy miért vagyunk itt. És akkor van körülbelül egy újabb 30, jó esetben 40 éved, és utána már tényleg az appáját számolod reggelente, hogy mennyi van még. Ha nagyon jól csinálod, akkor leszel ilyen jógi, zengyakorló, szitha, akik olyan 80 éves korukban is nagyon tiszta tudatúak és aktívak. Vannak ilyenek, csak azért meg kell dolgozni, le kell fektetni az alapokat, és helyesen építkezni. A zen szellem nem véletlenül kezdő szellem. Ha nem vagy hajlandó mélyre menni és az alapokat lerakni, akár azon az áron is, hogy évekig úgy érzed, hogy helyben jársz, akkor nem jutsz sehova. Van egy gyönyörű mondás, hogy gyökerek nélkül nem lehet repülni. Ez a családi karmádra ugyanúgy igaz, mint a szellemi előrehaladásodra. Ha nem találod meg igazi önvalód magvait, legalább ilyen szikraszerű pici tapasztalásokkal, akkor csak a karmád ural és az egész életed körben forog. És erre az alapvetésre szükség van. Ahhoz, hogy az életednek helyesen adj jelentést, hogy megfelelően társulj, hogy legyen értelme számodra és mások számára az egésznek. Le kell menni a karmád legmélyére ahhoz, hogy a szívedet és ezzel mások szívét a legmagasabbra tud emelni. Nagyon érdekes helyzetben vagyunk itt ezen a földön. Elképesztően tudatosak, akaratosak, makacsak vagyunk a természet többi részéhez képest, és rendkívül rövid ideig vagyunk itt. Mi fér bele? Amit beleteszel. Ahhoz viszont ki kell venni egy csomó mindent korábbi életedből, vagy korábbi inkarnációidból, hogy bele tud tenni azt, ami számodra és a szeretteid számára tényleg fontos, akár úgy is, hogy le kell mondanod dolgokról, le kell mondanod korábbi szokásaidról, azonosulásaidról. Ezáltal újulhatsz meg. Az utoljáról a gyakorlat során csak az illúzióit veszítheti el. Erre figyelj, amikor a meditációd nagyon fölvisz vagy levisz. És van egy érdekes folyamánya ennek, az, hogy nem szenvedsz és szenvedtetsz annyit. A szenvedés ténye, oka, megszüntetése és a megszüntetés útja egyaránt a sajátunk. Mi döntünk. De a szenvedés még mindig csak egy eléggé önközpontú fogalom. Én szenvedek. De a szenvedtetés az már nagyon kevéssé jut mások eszébe, vagy a magunk eszébe, mert ösztönszerűen a saját túlélésünkre, birtoklásunkra, teremtésünkre koncentrálunk. A szenvedtetés megszüntetése ugyanolyan fontos, mint a szenvedés megszüntetése. Bárhol kezdheted, az egyiktől eljutsz a másikig, és el kell jutnod az egyiktől a másikig. Na, hogyan jussunk el? Kinek van kérdése? Sokszor elhangzott az elmúlt néhány percben a kezdő szó. Én azt gondolom, hogy elég sokan vagyunk itt valóban nagyon az út elején, és ezért egy technikai kérdést tennék fel a szertartások szövegével kapcsolatban. A kérdésem az az lenne, hogy hogyan tanuljuk. Mert hogy az elmúlt egy-két nap tapasztalata számomra az, hogy vannak szavak, vannak mondatok, amik felfedik magukat, amiket könnyű kimondani, ami jól esik, hogy átjönnek rajtam, és vannak szövegek, amiket nagyon-nagyon nehéz kimondani, és én nem gondolom, nyilván hatalmas nagy különbség van a magyar és a alapvetően koreai nyelv között, és nem azt gondolom, hogy csak a gyorsaságon múlik, hanem hogy tényleg vannak szavak, amik így jól esnek. Ez az én tapasztalatom, vagy a tanulás folyamatában ezen mindenki átmegy. Hogyan tanuljuk ezeket a szövegeket? Gondolom nem memoriterként. Javaslom, hogy tanulmányozd a mosogató szivacs működését. Ha mosogató szivacsot egy erőteljes szorítással kifacsarod, és utána belehelyezed egy tál vízbe, és elengeded, a víz jelentős részét magába szívja. Csak azért, mert ő ott van a vízben. Így tanuljuk. Műhelytitok, hogy én soha az életben, a kezemben nem vettem az énekeskönyvet a darmatermen kívül. Kivéve, amikor másokat kellett tanítani. A régi becsípődés, tehát mindig az órán tanultam az iskolában. A jegyzeteim nagyrészt olvashatatlanok voltak, ha meg elolvastam, akkor már tudtam. Tehát egyetemen nem írtam le semmit 2 év után, mert rájöttem, hogy felesleges, inkább figyelni kell. Figyelsz, hallgatsz, beírod, nem szelektálsz, nem elemzel, szivacs. Hogyha jelen vagy és figyelsz, úgy megy beléd, mint hogy a szivacs így felszippantja a vizet. Csak a saját felesleges gondolkodásodat kell kikapcsolni, úgy átítat, és nagyon jó. Ugyanis így a memória spontán lesz. Hogyha tömöd magadba a tudást, mint szerencsétlen libába a tápot, hogy ekkora mája legyen, akkor a tudásod másképp rakódik le az emlékezetedbe, erővel, és erővel kell vissza is hozni. Hát az a koncentrációfok, amivel te a memóriát kialakítod, ugyanúgy kell a kiolvasásához is. Ha lazán, finoman, rétegről rétegre lerakod, olyan finoman jön a felszínre, amikor kell, hogy ez fantasztikus. Túl nagy erőt teszel bele, mindig úton útfélen eszedbe jut, mert akkor energiát tettél bele, hogy azt te tudjad, és emlékezz, és stb. Stb. Ezt hívjuk elszabadult memóriának. Az ilyen típusú ember el tud veszni a múltban, és az elme tevékenysége beárnyékolja a jelen pillanat tapasztalatát. Hogyha türelmesen, tisztán, világosan tanulsz, észre sem veszed, hogy megtanultad, egyszerűen beléd íródott, mert te azzal egyetértettél. A tükörszerű tiszta tudat torzításmentesen elsajátítja pusztán a jelenlét és a figyelem által. Mert nem mész el agyilag máshova, mert itt vagy teljesen. Így alakulhat ki az intuitív memória. Ha kell, emlékszel, ha nem kell, nem emlékszel. Képzelj el egy fordított malomkereket. Azért fordított, mert a vízimalmoknak a kerekei általában az alsó 10%-ban vannak a vízben, és a hegyi patak szépen forgatja, a forgatóerő bemegy a malomba a nagy vastag tengelyen keresztül, meghajtja a malomkövet, és akkor a molnár, a lisztes molnár felönti a zsákban a garatra a búzát, és megőrli a malom. A tudat pontosan fordítva működik, a 90% a tudattalan és a vízben van. És a felső 10%, amit süt a nap, és fönt van a levegőn, az a tudatos személyiség. És a vízimalomnak a kerekébe kapaszkodnak az emlékek. És ahogy fordul a kerék, jönnek föl. Megfürdőznek a napfényben, kiszáradnak egy kicsit a levegőn, rájuk száll a pillangó, és utána szépen mennek vissza a tudattalanba, miután az érzékszervi valósággal találkoztak. Hogyha megakasztom, akkor megáll a forgása, és az emberbe beég a memória, és elkezd azonosulni az emlékeivel. Ilyet is látsz. Nem tud leállni a sztoriról. Állandóan mondja. Mondja és mondja. Ez az a kétségbeesett kísérlet, hogy tovább forgassa a kereket, de nem megy, mert ragaszkodik a tudattartalomhoz. A másik az, amikor nem tud emlékezni. Szépen beborítja a víz teljesen a malomkereket. Elmerül úgy az emlékeiben, hogy nem találkozik a világgal, nem artikulál, nincs kapcsolat. Nem tud rendesen szemedbe nézni, csak így el van. Így látod, hogy belül zajlik valami. Úgyhogy ez a két szélsőség. Megáll a napon, vagy pedig marad a víz alatt. És hogyha jól csináljuk, akkor pont arra emlékszünk, amire kell. Amire nem kell, arra pedig nem emlékszünk. És a mantrapraxis nagyon sokat segít ebben. Én még mindig egy-két helyen segédszöveget használok ennyi év után, mert nem vagyok hajlandó mesterséges, intellektuális biflázással magamba döfni az egészet. És ez kifizetődik. Miért? Mert megtanulsz nagyon jól tanulni. Megtanulsz nagyon jól emlékezni. Megtanulsz gondolkodás nélkül megkülönböztetni, hogy pontosan most mire van szükség. Nem, hogy már az én elmém szűrő funkcióit döntsék el. Úgy lekorlátoznám saját magam, hogy ihaj. Hát inkább nem. Nem tudnék spontán emlékezni, spontán beszélni, teremteni, cselekedni. És ez a spontaneitás fontos. Egyéb kérdés? Beszéltél nemrégiben arról, hogy ugye fiatal korban még hajlékony a test, és hajlékony az elme is, tehát sokkal könnyebb tovább jutni, úgymond. Mi van akkor, amikor már merevedik a test, mondjuk, hogyha én például jogával hajlékonyabbá teszem újra, akkor attól hajlékonyabb lesz-e az elme is? Lehet. Beszélges jogikkal és joginikkel. Nézd meg az elméjüket, mennyire hajlékony. Aztán beszélgess ilyen időt zengyakorlókkal, akik biztos, hogy nem olyan hajlékonyak, mint a jogik fizikailag. Az ő elméjük milyen? Az is hajlékony, vagy elmerevedett? Nagyon nagy összefüggés van, főleg fiatalkorban a fizikai állapotod és az elme állapotod között, és öregkorban is. A kettő közt van időd változtatni, egyiken is, másikon is. Mert külön-külön fölfogod őket. Ha megnézed, a gyermek és az öreg nem tudja a fizikai és a mentális állapotát megkülönböztetni. Teljesen össze van sajtolva a kettő. A felnőtt meg tudja különböztetni. És el kell érni a saját érdekünkben, és mások érdekében is a hajlékony test, hajlékony elme állapotát. Nincsen semmi baj a karmákkal, csak nem látjuk rendesen. Tehát azt hisszük, hogy Úristen, olyan vagyok, mint egy szénbánya. Minden sötét belül és köves. Ez nem így van. Nem kapott elég hőt és nyomást, és abból a sok szénből lesz gyémánt. Csak nagyon nagy hő és nagyon nagy nyomás kell. És ez a látás és a jelenlét. Elképesztő erőfeszítés az elején jelen lenni, és nem mozdulni a pillanatból. Úgyhogy nincs külső segédeszköz, nincs a tudatnak egy tárgya, amihez kívül ragaszkodhat. Igen, mantrapraxis van. Igen, ott a nagy kérdés. De amikor a mantra visszaolvad a csendbe, és a kérdés visszaolvad a térbe, akkor már a tudatnak nincs tárgya. És így marad meg a jelenlétben, a pillanatban, és megőrzi tiszta tükörszerű öntermészetét. Úgyhogy erre azért van szükség, mert ahogy az idő halad, egyre kevesebb alkalom jut arra, hogy a karmánkat jól lássuk. És ebben az elképesztő, erős, tiszta éberség fényben a karmát szenéből lehet legalább grafit, de hogyha tovább csinálod, akkor gyémánt. Honnan tudod? Egyre inkább te tudsz segíteni az embereknek, és nem tőlük kell segítséget kérni. Egyre inkább te tudod teremteni azt a világot, amely magadnak és másoknak egyaránt jó, és nem szenvedjük el mások teremtését kényszerűen, gondolván, hogy mi képtelenek vagyunk a változásra és a változtatásra. Úgyhogy csak gyakorolni kell, és a pillanatra olyan súlyt helyezni, hogy az erőfeszítés a jelenlétben megkoronázódjék a látással, szanszkritul vidya. És ebben a fényben bizony lehet a szénből gyémánt. Rajtunk múlik. A kérdésem az az, amikor még nem tudok helyesen kezelni egy olyan helyzetet, hogy nagyon sok tűz akkumulálódik a testemben, mert megnyomnak egy gombot, vagy egy olyan igazságtalansággal találkozom, ami, amitől még ha csöndbe is tudok maradni, érződik, hogy vulkánkitörés van. És adott helyzetben nem segít sem mantra, sem energia, gyakorlat, tehát ott olyankor kitörés van. És te mit tanácsolsz, mert ezt kérdezgetem, még nem találtam meg azt a választ, ami valóban, amit valóban tudnék alkalmazni és egy ilyen helyzetben helyesen. Szeretnék konkrét és hasznos tanácsot adni. Mi a konkrét kérdésed? A konkrét kérdésem az, hogy ha elönt a tűz, akkor azt hogy tudom, mit tudok vele csinálni? Vizet kell hozni. Tehát a szenvedély tüzéhez hozzárendeled a hűvös és nyugodt gondolkodás kicsiny tavát. Elsősorban látni kell ezt a tüzet, nevezzük szenvedélynek, és megismerni a tatváját, a működés módját. Honnan jön, hová megy, milyen gombot kell benyomni a világnak rajtad ahhoz, hogy ez a tűz így kitörjön. Ismerd meg a saját kapcsolórendszeredet. Következő lépés, hogy megszabadulsz az összes nyomógombtól és kapcsolórendszertől, mert mindaddig, amíg a világ szabadon nyomkodhatja a gombjaidat, és te ennek kényszerítő hatására, mint a marionett figura, tüzet okádol, vagy éppen depressziósan leülsz egy sarokba, és nem mozdulsz két hétig, addig te a saját karmádhoz kötődve áldozatnak érzed magad. És ezért kell megszabadulni ezektől a nyomógomboktól, alias külső kondicionáltságoktól, amely által elveszünk a teremtettségünkben. És ehhez vissza kell térni, ez a szabadsághoz, ide. Ezért gyakoroljuk. Ami nem keletkezik és nem szűnik meg, ami nem név és nem forma, amely a tiszta jelenvaló, önvaló, onnantól kezdve, hogy ezt tapasztaltad, a nyomógombok szabadon újra teremthetők. Te döntöd el, hogy valamire reagálsz-e, és ha igen, hogyan. Ezt a pontot a kínaiak nem cselekvőnek, nem mozdulónak, azaz Wu Wei-nek nevezték. Ez a tudatforma mindannyiunkban megvan, mert nem elmefüggő és nem karmafüggő. Emberfüggő. Tehát ha te emberi testbe születtél, akkor alanyi jogon ez számodra elérhető. Viszont nagyon sok tudattárgyat meg kell mozdítanod ahhoz, hogy ezt te elérd. Ez a munka. Sok jó munka. És utána, amikor már a 180 fok szabadulása megvan, akkor a 270 fokon a zen körben elkezdesz átalakulni, egy olyan személyiséget ki tudsz építeni, amely magad és mások számára elfogadható, és magad számára pedig egy olyan paraméter, hogy igen, ezt a személyiséget szívesen tovább viszem a következő életembe. Miért? Mert tovább fogod. Ha tudsz róla, ha nem tudsz róla, ha szereted, ha nem szereted, az a karma csomó, amit te énként jobb híján megcímzel, az lesz a kiinduló pontja, a leszülető pici lelke a következő inkarnációdnak, az összes identitás rétegeddel együtt, amelyet te magadnak mondasz. Ezért érdemes rajta dolgozni. Játsszel egy ilyen játékot, hogy te fájdalommentesen, mindenféle haláltapasztalat nélkül egy másodperc alatt egy csecsemő testébe kerülsz, mint lélek. És mindent el is felejtesz, mint tapasztalás, de az ott van. És mielőtt ezt a gyönyörű ugrást te megteszed, tudod, hogy újra végig fogod járni. Ezzel a lélekkel újra föl fogsz nőni. Ugyanezt a karmát ki fogod bontani, mint jó bázisugró az ejtőernyőjét. Kell? Ez kell? Vagy esetleg változtatná rajta egy cseppet, mielőtt ez az újjászületés ugye megindulna. Hát nem mindegy. Úgyhogy ezért a 270-en, amilyen szabadságfokot te elértél a nem azonosulás és meghaladó bölcsesség nemes tapasztalása által, érdemes arra használni, hogy mondjuk egy bódhiszatva figurát legyárts, mert akkor elég jó kapcsolatod van magaddal és másokkal egyaránt, mondjuk önzetlen. Határokat ismer, korlátokat lebont. Hasonló most. Hadd ne én rágjam szájba. És innentől kezdve a nyomógombok választhatók. Miért? Van szemünk, fülünk, orrunk, szánk, testünk, lelkünk. Tehát valamire fogunk reagálni. Valamire nem. Valakire fogunk reagálni. Valakire nem. Mi döntjük el. Úgyhogy itt a mi munkánk, és nem is kevés. Nem az a kérdés, hogy te mikor robbansz fel, és mikor nem. Az a kérdés, hogy milyen ember szeretnél lenni. Ez meghatározza, hogy felrobbansz-e te egyáltalán valamire és valakire, vagy sem. A te döntésed. Köszönöm. De. Mert hogy nem szeretnék fel, tehát hogy nem robbanok, de érzem ezt az energiát, az energiával mit tudok csinálni. Vissza kell hozni az energiát a keletkezése elé. És azt hogy tudom megcsinálni? Megkérdezed a kedves energiától, hogy honnan jöttél? És meg fogja mutatni. Miért? Nincs energia információ nélkül. Az energia és az anyag az ugye ugyanannak a valaminek a két állapota, és az információ tartalom adja ki ezt a karmikus szent háromságot, hogy ha ezt az egész világegyetemet a keletkezettség szintjén le akarod írni, 3 paraméter elég. Az anyag állapota, az energia állapota, és az az információ, amely mind a kettőt áthatja. Tehát nincs energia információ nélkül, magyarul te tudatos lehetsz a karmádban, és amilyen tudatos vagy, akkora a tudatod tere. Minél nagyobb a tudatod tere, annál jobban tudsz döntést hozni, tehát megelőzöd a robbanást. Ha nem, akkor mások felrobbantják a karmádat, és dörzsölik a kezüket a tűz melegénél, miközben te romokban heversz. És ez őket kielégíti. Jó? Nagyon köszönöm. Szívesen. Nagyon komoly kérdés. Amikor a memóriáról beszéltél, akkor pattant ki a fejemből, mivel hogy itt ült mellettem a fiam, hogy a Yoda mester, Luke Skywalker tanítójáról fel tudod idézni, hogy ő mennyire kapcsolódik a zen hagyományhoz? Careful you must be! Never underestimate the power of the dark side. Not ready, not ready. Oh, terrible decision. Köszönjük szépen az intermezzót, adjuk hátra, tessék. Az lenne a kérdésem, hogy miért olyan nehéz másokat megérteni, elfogadni, annélkül, hogy tudnánk, hogy miért olyan, amilyen. Arra gondolok például, hogy akinek tudod a történetét, hogy mi történt vele, hogy került oda, hogy miért ott van, ahol, és miért csinálja azt, amit, azt sokkal könnyebben el tudod fogadni, mint akiről nem tudsz semmit. Ez azért van, mert ragaszkodunk a saját narratívánkhoz. Tehát mi magunk is azt reméljük, hogyha mások tudják a történetünket, az indokainkat, a gyerekkorunkat, az alibinket, akkor jobban vihetjük a karmánkat egyik pontból a másikba, magyarul elvihetjük szárazon. De Szungszen mester mondta, a puszta megértés nem segít. És mielőtt valaki azt mondaná, hogy nem volt elég együttérző tanító, egy szubjektív megjegyzés, nála együttérzőbb tanítót nem találtam, de keményebbet se. Benne a bölcsesség és az együttérzés olyan kristálytisztán működött, hogy minden pillanatban érezhető volt, hogy melyikre van szükség. Attól, hogy valakinek a történetét tudod, nem lehet a karmája alól fölmenteni. Tehát ha szenvedést okoz ebben a pillanatban, mert mondjuk az 5 fogadalom bármelyikét megszegi, teljesen mindegy, hogy az azt megelőző 20 évben mit csinált, az akkor is hiba. Ha tudod, hogy miért csinálja, akkor is hiba. Ha nem tudod, hogy miért csinálja, akkor is. De ahhoz, hogy segíthess neki, és itt jön egy nagyon komoly addendum, ahhoz, hogy segíthess neki, ahhoz viszont tudni kell valamit a történetéből, hogy a tudatának a működését azt feltérképezd, és ha ő igényli, akkor segíthess neki. Ha nem, akkor csak a saját hibái fogják tanítani, meg a mások negatív reakciói. De önmagában az, hogy mint a zen kör, ugye 90 fokánál te sokat tudsz, és nagyon sokat tudsz, és még többet tudsz, az önmagában nem segít. Ez egy nagyon kicsi része az egésznek. Ahogy esetleg hallhattad, a világ összes könyvtára annyit ér a tapasztaláshoz képest, mint egy 10 kilós hecsedli lekvár címkéje a 10 kiló hecsedlihez képest. Az egyik 2 gramm, a másik 10 kiló. Akármennyi tudást halmozunk fel a Földön, a tapasztalatot soha nem fogja helyettesíteni. Miért fontos ez? Te nem tudsz arról az emberről semmit. Ő se rólad. Látod, hogy mit készült tenni, vagy már meg is tette. Vagy mit készül mondani, vagy már ki is mondta. És te odamész, és a te jelenlétedből valami egész más árad. Nem tudja nem észrevenni. És ha a te jelenléted sokkal erősebb, mint az ő karmája, akkor úgy hatsz rá, hogy megkerülöd a karmáját. Áthatolsz az egójának a résein. És ez az, amikor nem szóval javítod ki a szót, nem tettel javítod ki a tettet, hanem valami olyasmivel, ami szavak és tettek nélkül megmutatja a másiknak a tapasztalat szintjén, ami neki is megvan, csak még soha nem látta, amely a karmájának a forrása és az enyészete. Ezért a jelenlétért vagyunk itt. Ezért a tudatért vagyunk itt. Tehát van olyan, hogy valakinek a társaságában, a környezetében teljesen másképp viselkedsz, és nem is tudod, hogy miért. Az abból az emberből, vagy embercsoportból árad. És eszedbe nem jut, hogy olyat tégy vagy mondj, mint mondjuk fél órával előtte, vagy 2 kilométerrel arrébb. Erről beszélünk. Erre van szükség. Azt láttad, hogy a világot nem lehet megjavítani. Több ezer éve ilyen könyvhegyek, szervezethegyek, módszer, szobor és könyvhegyek, és marhára nem jutunk előre. Az, ami tényleg előre vitt, az a magunkban véghez vitt változás, amely az önvalónk tapasztalata felé mutat. Semmi másnak nem volt tartós hatása, vagy lényeges javító hatása. És itt az a paradox, hogyha javítani akarsz, akkor beleveszel a hibába. Ha meglátod a hiba természetét, akkor meglátod azt is, hogyan javíthatod ki. Tehát ezért van az, hogy a pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve. Legtragikusabb dolog, de sajnos igaz. Tehát ne kövezzük ki a saját utunkat jó szándékkal, téves nézeteink, haragunk és kapzsiságunk által a pokolba. Ne. Tanuljunk meg nem dualizálni, nem ítélkezni, nem beleesni korábbi karmáinkba és szokásainkba. És akkor esélyünk van, hogy a magunk felébredettsége által másokat is inspirálhatunk. A magunk javítása az lesz, hogy nem javítatás által fogunk előre jutni. Ekkor leszünk segítő pozícióban, és lehetőleg megszűnünk mások problémái lenni. Úgyhogy ez nagyon szépen ki van rajzolva, csak csinálni kell. Köszönöm. Szívesen. Azt szeretném kérdezni, hogy szerinted mi a szabadság? Vagy neked mi a szabadság? Ez 2 külön kérdés. Akkor neked? Nekem? Azt, hogy most itt tartom a darrambeszédet, megválaszolom a kérdésedet, és utána lezuhanyzom és lefekszem. Ez egy nagyon-nagyon szabad dolog, én ezt szeretem. De hogy mi a szabadság általában, azt csak akkor tudom megmondani neked, ha megmondod nekem, hogy mi a kötöttség. Ez valami ugyanannak a 2 különböző pólusa. Ennél azért többet vártam tőled. De, köszönöm. Tudván, hogy milyen okos vagy. Na gyerünk! Mi a kötöttség? Gyerünk, menjél bele, és ne kerülgessed, mint a forrókását a macsek. Gyerünk! Na, ez már kötöttség nagyon. Úgyis. Amikor nem mondhatok nemet. Az a kötöttség, amikor nem mondhatsz nemet. Mondd ki azt, hogy nem. Nem. Akkor ez a szabadság. Így van? Nem. Majdnem belesétáltál, meg képzeld, ha azt mondod, hogy igen, hát akkor készen vagyunk teljesen. Hát ne tessék filozofálni, mert azzal nem jutsz előre. A kedvencem a francia forradalom, 3 szót tűzte ki a zászlóra, szabadság, egyenlőség, testvériség, az milyen jó volt. Tehát a forradalom, meg mondjuk a napóleoni háborúk, úgy alles zusammen. Hogy volt ez? A szabadság szentséges nevében. Hogy? Észre kéne már vennünk, hogy valójában miből vagyunk összerakva, test és lélek, testnek milyen részei vannak, léleknek milyen részei vannak, mi az, ami ezzel a kettővel úgy elkezd tisztába lenni, tudatosság. És a szabadság és a kötöttség fogalmait egy picikét félretéve megnézni, hogy valójában hogy működünk. Tehát a kedvencem az, amikor valaki azt mondja, én el akarom érni a teljes és tökéletes szabadságot. Rendben van. Maradjál itt, légy szíves, ebben a légmentesen zárható szobában. Picit kiszivattyúzzuk az oxigént, és akkor megtapasztalod az oxigén molekulától való szabadságot. Előre. És akkor hirtelen elkezdje kis fejét vakarni, mert amilyen okos volt, ezt nem akarja. És akkor rájövünk, hogy oxigénfüggők vagyunk, ételfüggők vagyunk, mert ez olyan 60-65 nap után még a legprofibbak is elkezdenek szépen lassan táplálkozni. Ez a leghosszabb böjt. Tehát a 65 és 70 között ez a napszám, amikor elkezdenek sajnos meghalni. Akármilyen jól tartják addig a folyadékszintet, a hőmérsékletet, a mindent, az már nagyon nehéz. Folyadék 3 és 9 nap között. Utána veséd elköszön. Tehát ételfüggő, italfüggő, és ez még csak a fizikum. A lélek mi mindentől függ, például szeretetfüggő, elismerésfüggő, okosságfüggő, tudásfüggő, visszajelzésfüggő. Ez mind függőség. Kiderül, hogy ezen függő viszonyok nélkül nem is akarunk létezni. Hát, van egy párod. Milyen jó megölelni, szemébe nézni, őszintén szépeket mondani, és hallani tőle. Hát ez egy jó dolog. De ha ezt a függést nem te választod meg, akkor olyan kényszernek érződik, hogy ez borzasztó. Tehát a szabadság, és ez egy elcsépelt dolog lesz, egy olyasféle állapot, ahonnan te szabadon választhatod meg a függő viszonyok felvételét, az elkötelezettségeidet. Mi a Buddha természet Buddha természete? Mikrofon a kezedben, fejhallgató a fejeden. Köszönöm. Te nem voltál egy kicsit sokat a zenterembe, te? Napi 7 óra. Nem jó, erre azt mondod, szalad a kutya a csont után. Egyéb kérdés? Az előbbi válaszodban azt mondtad, hogy a léleknek van függősége. Csak az van. De nem az egónak? Nem. Hol a különbség? Az egónak abszolút értékű függőségei vannak, a léleknek relatív. Az egoitás ez egy hozzáállás. Tehát én szeretném ezt, mondja a lélek. Ez nekem jár, mondja az egó. Az abszolút értékű önközpontú kijelentések mind egoitásból fakadnak, hogy én vagyok, és akkor utána az univerzális bullshit. Akkor, ha vannak függőségei. A lélek azt mondja, hogy mi vagyunk. Mi. Mert legalább egy társat lát a lélek, mert anélkül vacog, és magányos, és elszigetelt, mert nem lát rá arra, hogy nincs egyedül. Hogyha a lélek valóságát keresed, ott a mi, ezzel kezdünk. Az egoitás az, hogy én és csak én. Mivel a társasság, a kötődés, a többesség megvan a lélekben, ezért a relativitás is ott van. Nem csak nekem fontos, neki is fontos. Ne csak nekem legyen jó, neki is legyen jó. Az egóban csak egy darab én van, és az a legnagyobb. Mindegyiknél nagyobb, okosabb, előrébb való, stb. Hogy csak nekem legyen jó, és más nem érdekel. Ez az egoitás. Az a vicc, hogy az egyikből a másikba ugyanazt az anyagot át lehet gyúrni, mert mindegyik gondolatokból, érzelmekből, látásból, hallásból, egyebekből van összerakva. Csak a működés módja más, a hozzáállás más, a nézet más. Ne keresd külön az egót, mert nem fogod megtalálni. Az elkülönült énséget se fogod megtalálni. az abszolút értékű fensőbb ént sem fogod ettől a realitástól elkülönítve eltalálni. Elmondtam most az anátman tanának a 3 legfontosabb aspektusát, amit Buddha úrunk talált a mi megszabadulásunkra. De nem ez, csak ez a 3 van, ha ezt elkezded kibontani, ilyen könyvtárnyi értelmezés van, és egyik sem visz előre véglegesen. Ha ezt a pontot nem tapasztalod, akkor az egoitás forrásában maradsz. Miért? A hamis azonosulások, abszolút értékű ítéletek, téves nézetek, ezek mind az egónak az építőanyagai. Mihelyt megszabadulsz ezektől, azon nyomban látod, hogy az ég kék és a fű zöld, de soha nem hiszed azt, hogy a te eged az kékebb, mint másé. Nagyjából itt dől el. Tehát az is az egójáték, amikor valakit magad fölé helyezel, vagy magad fölé emelsz. Ha meglátod a helyedet egy hierarchiában, az nem egoitás. Ha abszolút értékben látod, hogy fölötted és csak fölötted létezik, vagy alattad és csak alattad létezik, ha ezt nem látod a maga keletkezettségében vagy teremtettségében, akkor esélyes, hogy ebből egy ilyen szupermerev, borzasztó, dogmatikus nézetvilág lesz. A Buddha maga mondta, hogy előtte is voltak buddhák, és utána is lesznek buddhák. És legalábbis a mahajána hagyományban ott van, hogy mindenkinek látta a Buddha természetét akkor, amikor ő elérte a teljes felébredést. Ez egy elég kiegyenlített dolog ez. De hierarchikus. Jó? Köszönöm. Szívesen. Ehhez szeretnék kapcsolódni. Bennem is fölmerült, hogy a téves nézetek építik az egót. A kérdésem az, hogy... Bocs, a téves nézetekkel mi építjük saját és mások egoitását. Így igen. Igen. A téves nézetek önmagukban nem léteznek, mi hozzuk őket létre, és ennek folyamányaként ezt a borzalmat, amit a világ szenvedéseként megélünk. A másik oldalt szeretném megkérdezni, hogy amikor az ember tudatlanságban van, a félelem az ugyanúgy építi-e az egót? Mert hogy... A tudatlanság alatt információhiányt vagy téves nézeteket értesz, a kettő messze nem ugyanaz. Akkor rosszul fogalmaztam, kifejezetten a félelmet kérdezem, hogy a félelemből való cselekvés az építi-e az egót? Bátorságból való cselekvés építi? Nem. Nem. Akkor a félelemből cselekvés? Vigyázz, vigyázz. Na nézd ezt meg. Mi a bátorság és a félelem forrása? Ha azt a forrást megtalálod, akkor el tudod kerülni, hogy bármilyen érzelem, nem csak ez a kettő, rád ragadjon és énséggé váljon. Akkor, hogyha elkezdesz azonosulni vele, bármilyen jelenség egóépítő lehet, mert te döntötted el, hogy abból a kőből, amiből utat raknál, hirtelen falat akarsz rakni. Különbség 90 fok, meg egy világ. Tehát nem csak a félelemből, a bátor, bármiből lehet azt tenni, de pusztán attól, hogy te félsz, vagy bátor vagy, nem leszel egoista. Oké? Okay? Akadály van a tudatban, félsz. Elmozdulnak az akadályok, bátor vagy. Fordítva, bátor vagy, elmozdítod az akadályokat, hirtelen elkezdesz félni, akadályokat teremtesz. És ezek az akadályok már téves nézeteket hoznak létre. Masszívan. Szívesen. Egyéb kérdés? Tessék ott. Azt szeretném megkérdezni, hogy a spontanitás és az intuíció kapcsolata micsoda? Ha! Köszönöm. Egyéb kérdés? Az én kérdésem az lenne így a... Az talán az első kérdéshez kapcsolódott, ahol a minden energia és információ. Hogyha egy karmát szeretnék, nem biztos, hogy jó szó, semlegesíteni, meghaladni, van annak jelentősége, hogy akár egyiket, akár másikat vonom ki belőle, és ezáltal elhal? Mondd meg, hogy milyen karmára gondolsz, és megmondom, hogy melyiket vont ki belőle. Nem volt konkrét. De legyen az a végzetet, hogy absztrahálsz, és elszállsz a rendszerbe, és egy intellektuális árnyékként létezel önmagad helyett. Legyél konkrét, és akkor megmented a saját életedet. Na gyerünk! Hogyha lesz konkrét, ez tényleg nem volt. Tehát igazából ez ez az információ. Tehát erre lettem volna kíváncsi, hogy van-e egy általános megközelítés arra. Na, ezt az információt kell kivonni a karmából, és boldog leszel. Oké. Okay. Szétgondoljuk. Nem csak te bátor, hogy már fölteszed a kérdést, hogy tényleg jön. Nem akarsz jobb lenni, meg mint zen tanítvány, ezt most el fogja tőlem fogadni? Hogy gondolkodik rólam, hogyha én ezt a kérdést így fölteszem? Te föltetted, azt kész, és eljátszunk vele. Ez jó. De ha túl gondolod, vége. De a régiek azt mondták, minek festenénk lábakat a kígyóra? Jó, az úgy, ahogy van. De ezzel a túlgondolással mi nem csak lábakat festünk a kígyóra, hanem még zoknit is húzunk rá. Azt cipőbe bújtatjuk az összes pici lábikóját. Csodálkozunk, hogy meghal a kígyó. Kialakul, nyilván mindannyian hozzájárulunk, egy konfliktus helyzet, és ha nem hozom létre a harcot, akkor mindenki nyer. Nem? Idea. Idea. Ez azt jelenti, hogy elfojtottál valamit, és jól akarsz viselkedni. Folytasd. Ez sokszor így van. Tehát... Nézd meg! Konfliktus van. Már ott a harc. Mennyit élsz ki belőle, és mennyit érsz akkor, hogyha ezt elfojtod? Valamennyit háttérbe kell hagyni, mert mindig állandóan harcolnánk különböző eszközökkel a saját vélt vagy valós igazunkért. Ezért kell ezt a nem cselekvő tiszta tudatot meglátni, és akkor a konfliktusok, azok teljesen másképp érvényesülnek, főleg azért, mert a saját elmédet ki tudod belőle vonni. És hogyha kivontad, akkor úgy látod, ahogy van. És mindig van rés a falon. Mindig van megoldás. Csak ha a tudatod nem vált térré, akkor az énséged, az árnyék és az én vakfoltja miatt nem látod a megoldást. Ha harc, akkor az, ha béke, akkor az, de ha te, mint énség benne vagy, akkor nem látod tisztán. Csak akkor bekavarsz. Akár azzal, hogy ott várod, hogy elmúljon, és nem múlik el. És ott van évekig, és nem múlik el. És ott vannak a nyomógombjaid, és várod, hogy végre valaki ne nyomja meg, de mindig megnyomja valaki. És akkor úgy érzed, hogy áldozat vagy. Nem így van. Valamit nem vettél észre. Azt az azonosulást nem vetted észre, amit ha föladsz, akkor eltűnik a nyomógomb. Harc ugyanez. Állandóan belemész, mindig küzdesz, mindig odavágsz, és mindig legyőznek. Vagy legyőzöd, nincs benne öröm, és a győzelem píruszi gyakorlatilag a saját magad sírját ástad vele. Mire van szükség ahhoz, hogy megszűnjön az az alapprobléma, hogy az ellentétekből mindig konfliktus van. Ha szembenézésnél meg tudsz maradni, akkor nem kell belőle győzelmet vagy verességet legyártani. Ha nincs konfliktus, megoldás sem kell. Nekem az lenne a kérdésem, hogy karmából létezik-e olyan, hogy jó karma? Van. Van? Van. Hát ez nekem még egy kicsit ilyen új kifejezés, és nem is vagyok teljesen tisztában, hogy nekem milyen karmáim vannak. Én megmondom, hogy mi az a jó karma, ami biztos, hogy pozitív, előremutató és számodra üdvös következményekkel fog járni. Bankszámlaszám a honlapunkon. Belementél volna, mi elhiszed, amit mondok? Szörnyű, szörnyű. Így válunk oly mértékben manipulálhatóvá, hogy az valami borzalom. Miben segíthetek? Ez a jó karma, oké? Okay? Semmi több. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Én kicsit még visszakérdeznék erre az előző témára, a konfliktussal kapcsolatban, hogy hol tudom azt meghatározni, hogy éppen konfliktust kerülök, vagy engedek. Vagy szívből, szeretetből inkább nem cselekszem. Kihagytad a másik felet. Ahhoz, hogy itt a kérdésnek legyen valami kis ereje, kell a másik fél, akivel te konfliktusba keveredsz, avagy sem. Van ilyen? Van. Ki ő? A vállótársam. A vállótársad. Most válló vagy társ? Ez nagyon érdekes. Ez érdekes, igen. Akkor nem tudom, hogy nevezzem. Itt az első konfliktus. Mondanám. Na igen. Szóval ez nem mondanám, hogy hogy tudnám nevezni, de most... Ez nem a minek nevezzelek. Nagyon jó, kérem szépen. Én megmondanám az igazi nevét, amit benn van róla, de nem mondom. Itt az első konfliktus. Nem mered magad előtt látni úgy a tényeket, ahogy vannak. És ezért projekciókkal vagy elfojtásokkal szépen behelyettesítjük. Lásd, hogy válódás, X, X, Y, Z, kromoszóma, allélpár, DNS. Gyerek van közösen? Igen. Akkor van DNS, meg kromoszóma, meg egyenek. A konfliktus ez nem most indult, az ott indult, amikor nem tudtátok megjavítani a kapcsolatot. És nézd meg, hogy ez hol ment el. És biztos, hogy nem egy olyan határ volt, hogy átmentél rajta, és akkor szervusz. Rengeteg apró, pici részlet összeállt valami kritikus tömeggé, és akkor egyszer csak így, boom! És nem is tudod, és egy reggel fölkelsz, és ott van ez a borzasztó érzés, hogy nem bírod tovább. Vagy a másik kelt fel, és indoklás nélkül azt mondta, hogy elválik tőled. Ilyen is van, és ez borzasztó. Lélegezz mélyen. És most kiengedhetem a levegőt? Engedd ki először a levegőt, aztán ami mögötte van. Ez egy folyamat, már az is a folyamat része, hogy már válótársként jutott eszembe. De konkrétan a konfliktus, amit én konfliktusként érzékelek, és azt gondolom, hogy most már azt látom, hogy én a kapcsolatunk alatt végig konfliktuskerülő voltam, de korábban én ezt nem ennek éltem meg, hanem annak éltem meg, hogy elfogadó vagyok, hogy megengedő vagyok, hogy szeretettel állok a társam felé. Ez hány évig tartott? 12. Hát kitartó voltál, nagyon gratulálok. És az alatt, hogy nem merült, hogy... De felmerült. Végig se tudtam mondani, ez borzasztó, ez hihetetlen. Engem nem hallgattak végig. A személyiségfejlődése most tört derékba. És a konfliktustűrő képességem az lement a padló alá. Traumát hoztál bennem létre. Elnézést, megvárom a kérdést. Én is. Természetesen felmerült. Csak javításra törekedtem. De valószínűleg minek a javítására? Egyedül voltam vele, csak nem vettem észre. Minek a javítására? A kommunikáció, együttműködés, kapcsolat. Aha, és ezek honnan jönnek? Mitől függenek? Hát kettőnktől. És melyik részét tudod kettőnknek javítani? Hát a sajátomat. Aha, megtetted? Hát ahogy tudtam. Későn. Megtetted későn. Mert a tárgyra, a tartalomra, a teremtetre koncentráltál, és nem a teremtőre, a forrásra. Tehát a tragédia az, amikor két fantasztikusan jóindulatú ember, eszméletlen, jóra törekvő, jó életet teremteni akaró ember, így belevész a kapcsolati karmába, és a teremtettségben elkezd eltűnni. És egymás karmájára hivatkozva különböző ilyen egopozíciókat fölvenni, ahol az egyiknek igaza lehet. Vissza kell menni abba a pontba, ahol ez még nincs. Ez egy hallatlan bátorság kell, ez egy kapcsolatban lehet a szerelem ősrobbanása, az a pillanat, amikor egymásra találtatok, és ez egy időtlen dolog, de vissza kell tudni találni. Ezért van értelme a házassági fogadalmak megerősítésének, mondjuk úgy alsó hangon évente, az évfordulón. Ezt nem újítjuk meg, akkor a karma súlya alatt elvész az a tűz, ami létrehozta, és elveszünk a teremtettségben. Nem térünk vissza abba a minőségbe, amely még ezen elhallgatott konfliktusok, elnyomott indulatok előtt volt. És vissza kell térnünk, hogyha ezt az egészet meg akarjuk javítani, és elsősorban magamban tehetem ezt. És akkor a másik észrevesz, hogy nem abból indul ki, amilyen képet én adok neki, nem abból indul ki, hogy valójában mi az a tiszta jelenlét, amelyben engem ő jól lát. És már rég nem a karmával foglalkozunk, hanem egymás valódiságával foglalkozunk. És ez eszenciális, hogy hosszú távon ez működjön. Hát igen, ezt kéne tanítani az iskolában. Időben, gyerekkorban, és nem ilyenkorban. Ez egy nagyon óvatos, okos, de nem működő elhárító mechanizmus volt most részedről. És ez fájt. Mire jöttél most rá, saját személyes szempontodból? Inkább megtartanám magamnak, lehet? Lehet, de bánj vele jól. Nagyon szépen köszönöm. Szívesen. A gyakorlatokról beszéltünk, hogy otthon is érdemes gyakorolni, és ajánlott, hogy a gyakorlatok időpontja, hogy azt rendszeres időpontban csinálom-e, vagy amikor éppen van időm, ez mennyire segít, vagy nem segít, vagy fontos. Jó a rendszeresség, de a rendszerességtől ne függjön a gyakorlat. Jó, hogyha minden nap ugyanabban az időpontban elkezded, egyszer csak elalszol, és fél órával később kelsz, vagy nem tudtam hajnali 5 óra 15 és fél perckor elkezdeni, akkor nem is csinálom, mert én rendszeres vagyok, és akkor nem is csinálom, mert felborult a rendszer. Nonsens. Minden nap, és jó, hogyha rendszeres, mert az állatot idomítani kell, ahhoz, hogy szelídíthető legyen. Másképp nem megy. Hogy a karmádnál legyen erősebb az akaratot, például ez ezen múlik. De miért tartjuk itt be az időrendet? Nem azért, mert ez nekem tetszik, tök jó lenni, elheverni, kicsit ottan olvasgatni, relaxálni, nézni a naplementét, hallgatni a vadak mozgását, a kutyák ugatását, és így elmegy az egész élet. Sup, egyszer csak eltelt egy egész Szaturnusz ciklus, és nem jutottál sehova. Azzal se, hogy mint a mérgezett egér és a robot keveréke, állandóan amiatt aggódsz, hogy 3 másodperccel korábban vagy későbben. Igen, érj ide pontosan, de ne görcsel, lazán. Tudván, hogy ez a pontosság, vagy a rendszeresség valami nagyobbat szolgál, ami önmagában nem rendszer. Rendszerezhető, felszabadítható, improvizálható, és újra rendszerbe foglalható. Ez az a humán eszencia, ami nem foglalható szavakba. De nagyon-nagyon jó, hogyha rendszeresen tudod csinálni, keretet ad a napnak, de nem csinál belőled robotot. Oké? Okay? Köszönöm. Szívesen, hátul. Ha tanácsolod, miért tanácsolod? Ha nem tanácsolod, miért nem tanácsolod azt a típusú eszementő gyakorlatot otthon, hogy ne zavarjam a családtagjaimat és a reggeli szertartást mégis végig tudjam hallgatni? Rászoktam, hogy 2 fülhallgatót beteszek a fülembe, és 1000-rel tolom. Ha ezt te így jónak tartod, tanácsolom. Nagyon, igen, csak kérdezem, hogy te, ha nem tanácsolod, miért nem? Ha igen, akkor meg miért? Ha nem tartod jónak, akkor nem tanácsolom. Jónak tartom. Köszönöm. Akkor tanácsolom. Tök jó, másnak is ajánlom, próbálja ki. Azért nem szoktam tanácsolni, mert eddig ez nem jutott eszembe, hogy a fejhallgatós gyakorlat otthon ez működhet, ugyanis nem csináltam soha életemben. De ez nem azt jelenti, hogy nem működik és nem jó. Köszönöm szépen, hogy ezt megemlítettem. Nagyon ütős, mondom, de kézzel. A kérdésem éppen aktuális. Gombócugatása és István gyakorlása milyen kapcsolatban áll? Meg szoktam figyelni, hogy általában, amikor a teendőitől elfoglalva mégiscsak be tud ülni és velünk tud gyakorolni, akkor az esetek nagy részébe gombócugatása miatt ki kell mennie, és mégsem tud gyakorolni. Ez egy olyan mélységes, misztikus és intim kapcsolat kutya és gazdája között, hogy a zenmester nem állhat közéjük. Legyen szíves közvetlen tanítást kapni Istvántól, vagy Gombóctól, hogy ez számukra mit jelent. Gombóccal azért óvatosan. Egyéb kérdés. Tud-e veszélyes lenni a túl sok pozitív visszajelzés? Tud, mert elhiszed. Azonosulsz a pozitív visszajelzésekkel, egy énséget csinálsz belőle, azon nyomban hullasz alá. A saját jó karmádra adott visszajelzésekre, adott saját reakcióddal való azonosulás úgy visszapokolva, mint a nyíl, hogy tök jól kezdtél. Hát épp ez az, hogy ettől... Wow! Hát tartok, hogy... Tehát, hogy nem tartasz? Így... Igen. Mitől? Hát, hogy annyira sok pozitív ér, hogy... De nem pozitív, ha ránézel, ne? Az az emberek véleménye. Valójában mit csináltál? Amit csinálsz, az egy sokkal szerényebb dolog, mint az emberek visszajelzése. Nézd meg azt, hogy valójában mit csináltál. Az ok és okozat törvénye, jó hírem van, véleményfüggetlen. Az embereknek az agyveleje az véleményfüggő. Nézd meg, hogy valójában mit tettél, vedd tudomásul és javítsd, ha kell, vidd tovább, ha nem kell javítani. Az emberi véleményektől ments meg magad nagyon gyorsan. Nagyon sok olyan személy van, akit százezrek szerettek, utána százezrek gyűlöltek és pocskondiáztak. Egyet-kettőt bevezetek a te ismeretségkörödbe, hogyha érdekes, elmondják, hogy milyen érzés véleményfüggőnek lenni. Akik ebből felébredtek, mert a teljes ciklust megjárták, tényleg a Bodhisattva út nagy-nagy lépéseit megtették. Mert végre úgy látják a világot, hogy az ok és okozat fontosabb, a tények fontosabbak, a valóság fontosabb, mint a rájuk vetített humán vélemény. Volt egy japán zenmester, gyakorolt ott a kis barlangjában, rendszeresen vittek neki adományt, és egyszer csak valaki letett elé egy csecsemőt. És a zenmester úgy látja, hogy hát most az adományok között tej nem volt, el kell menni koldulni. Lement a faluba, és tejet koldult. Így ránézett a falu, hogy most mi van? Azt mondja, minek kell neked a tej? Hát Ázsiában felnőtt emberek nem nagyon isznak tejet a mai napig. Van egy gyerek ott a barlangomnál, és neki kell. Elkezdett a falu ott a háta mögött, hogy micsoda! Hát ez az emester titokban világra hozott egy gyereket, és azt kell most etetnie? Hát micsoda borzasztó magatartás, hát ez tűrhetetlen. És eltelik több hónap, és ott eteti, gondozza, és akkor koldulta a többi fontos kellékét is a csecsemő gondozásnak, és hát a falu az teljesen kiakadt, és akkor egyszer csak eltelik ugye ez a pár hónap, és ilyen hatalmas jajveszékeléssel az anya följön a faluból, hogy ezt ő nem bírja, és hogy mégis felneveli a gyereket, és hogy hiába ment el az apa, de ő mégis felvállalja, és akkor az emmestertől így elveszik a gyereket, hogy ez már nem is a tied, és hogy miért gondoltad azt, hogy te erre gondot viselhetsz, mikor nem is a tied, és egyébként is hogy gondoltad? És akkor az emmester nyugodtan visszaadta a kölköt anyunak, visszaült a barlangjába, és meditált tovább. Figyeled? Ezek borzasztó torzulatokat tudnak eredményezni, amikor valamilyen felületen te olvasol magadról több tucat vagy több száz példányban ilyen kis véleményeket. És elhiszed. Ez maga a pokol. Ha te tényleg látod, hogy a szavaid mit hoztak létre, a gondolataid mit hoztak létre, a beszéded, a cselekedeted mit hozott létre, akkor tényleg tisztán látsz. Tehát a legnagyobb művészet az illúziót a valóságról lehántani. A legnagyobb feladat a projekciót a tényekről lehántani. Saját lelkedet lásd úgy, ahogy az tényleg van, és akkor esélyed van, hogy a másikét is úgy látod, és nem leszel véleményfüggő. Tehát a vélemények, főleg a nagyon okos, nagyon célzott vélemények megmérgezik a lelket, mert az illúziót tökéletes valóságnak állítják be. Itt a baj. És mivel az elme éhes, kíváncsi, tudni akar, rendszerezni akar, visszajelzést akar, látni akarja az ok és okozatot, csak ugye téves nézetek birtokában a véleményt helyettesíti be a tények helyére. Nagyon veszélyes. Ezért kérdi a zen, most mit látsz, most mit hallasz, most mit gondolsz. Légy ezzel tisztában, légy tudatában, és akkor előbb-utóbb a tényről a vélemények lepattannak. Spontán szelekció. Oké, gondolkodás nélkül. Ha gondolkodsz róla, beszállsz a véleményháborúba. Vége. Vége. Berántott a kanál, ott vagy bent a bödönbe. Nem jó. Gondolkodás nélkül az éppen ilyen a Buddha. Köszönöm. Szívesen. Fontos kérdés lehet a számomra, párkapcsolat lezárás, elengedés, információ és energia. Tehát mit kell egy oldalon megtenni ahhoz, hogy ezek a szálak teljesen el tudjanak? 3 dolgot. Köszönöm, megbocsátás és megbánás, és Isten hozzád elengedés. Tehát kiveszed a pozitív azonosulásokat, kiveszed a negatív azonosulásokat, És ezáltal elengedhetővé válik a kapcsolat, mert a pozitív és negatív reakció az úgy működik, mint amikor így a papíron átdugod a jancsiszeget, és így széthajtod. Tehát amikor a realitást a te elméd jóra és rosszra bontja, akkor beépül az azonosulás a lélekbe. A tapasztalat abszolútnak tűnik. Kihúzod a jó és rossz csapszegét, azon nyomban olyannak látod, amilyen. Okozatiságában, működésében, ilyenségében. Megszűnik a polaritás, megszűnik a torzítómező. És akkor szépen le lehet válni a síkról, és el lehet köszönni. De ha te bármit akarsz még, hogy te jobb legyél, hogy neked igazad legyen, hogy ő elismerje, hogy ő végleg bevallja, stb. Újra termeli a ciklust, sőt, a következőbe átviszi. Tehát nem csak azért kell lezárni a párkapcsolatot tisztán, hogyha már tényleg nem akarod vinni, mert az úgy jó. Néha elképesztően kemény dolog. Szembenézni vele, és azt mondja, köszönöm szépen, vége, hálás vagyok, megbánom és megbocsátok, és Isten veled. Köszönöm. Szívesen. Azt figyeltem meg, hogy pozitív visszajelzést imádnak kapni az emberek, de szerintem az őszinteséghez hozzátartozik a negatív visszajelzés is, viszont akkor valahogy mindig megkapom azt, hogy bunkó vagyok. Hogy már annyit mondtam, hogy sótlan a kaja, és rám szóltak, hogy ilyet nem mondunk. Szépen kell viselkedni, és jól kell bánni az emberekkel, bunkó vagyok megint. Hogy kell ezt kifejezni, vagy nem kell, és inkább hallgassak? Hát legyél szíves, akkor mondjuk a kezed ügyében lévő mondjuk húsklopfolót, vagy ilyen sodrófát, vagy ilyen bunkónak is beállítható tárgyat oda teszel az illető elé, és megkérdezed, ez a tárgy, és te azonos vagy különböző? Ugyanis a bunkó bunkót lát, a segítő segítőt. És ezek kivetted az egészet, ugyanúgy van. Köszönöm, szívesen. Te bódhiszatva, te. Honnan tudom, hogy a segítő szándék az valóban segítő szándék, vagy nem a karmámnak, mint itt a kollégának az eredménye, vagy hogy önzetlene. Rengetegszer megyek, és hú, majd én segítek, megcsinálom. De azért el szoktam gondolkodni rajta, hogy ez valóban őszinte, vagy ugye tudom azt, hogy ezzel azért a kapcsolatok jó irányba szoktak mozdulni. Tehát, hogy ez emögött van egy ilyen mögöttes hátsó szándék. Ezt te látod saját magadban, hát fantasztikus, amit csinálsz, és nagyon sok embernek segítesz, nekünk is segítesz. Nézd meg, hogy a lelkedben milyen mozgatórugók vannak, azt csak te tudod felfedezni. De az eredmény meg fogja mutatni. Előbb-utóbb kijön a szándék, még hogyha saját magad számára nem is mindig világos, abban az eredményben, amit elérsz a segítséggel. Hogy valójában miért csinálod, az előbb-utóbb megmutatkozik. És ez néha egy elég kellemetlen realizáció, nem hinném, hogy neked. Ugyanis nagyon tiszta motivációval bírsz, miért? Mert szenvedtél eleget. Úgyhogy itt nincs baj, csak ne termeld újra a szenvedést. Oké? Köszönöm. Szívesen. A meditáció során érthető számomra, hogy miért nem lehet hangosan sóhajtani, mert az nyilván a többi meditálót zavarja. De ha otthon meditálok, és ilyen elengedőleg sóhajtok, akkor nem jól csinálom a zen meditációt, mert valamit nem tartok bent, amit bent kéne? Elengedőleg sóhajtasz? Igen. Tehát nem megkötő módon sóhajtasz? Nem. Tehát nem száll a sóhaj valahova, hanem csak úgy elengedőleg, úgy így, kimegy. Igen, így van? Pontosan, igen. És ez szabam. Otthon van? Semmiképpen nem a zen templomban. Akkor jó. Hálásan köszönöm. Még egy hasonló kérdésem lenne. Nekem az lenne a kérdésem, hogy mi segíthet megtalálni a feladatomat az életben. Nem, de a feladatomat az életben. Figyelted a kérdésedet? Tessék? Figyelted a kérdésedet? Volt egy ilyen cikcak bennem. megmered találni a feladatodat ebben az életben? Igen, ez jó kérdés. Vagy visszajátsz tőle? Nekem az eddigi tapasztalataim azt mutatják, hogy ha megmered találni a feladatodat, az pont szembe fog jönni veled. És akkor hogyan tudom ezt megengedni magamnak, hogy megmerjem találni? Nagyon fontos, hogy most ismételd utánam ezt a mondatot. Megengedem magamnak, hogy megtaláljam a feladatomat. Megengedem magamnak, hogy megtaláljam a feladatomat. Így, ezt így lehet. Köszönöm. Szívesen. Azért még egy kis zengyakorlattal rá lehet erősíteni, hogy el is higgyen, mert ez gyakorlatilag ez a verbális hájogkovács, tehát ez most marha jó hangzott, de hogyha nem mész utána belül, és nem teszed tényleg a hierarchiát csúcsára, akkor az eddigi karmád, az összes, most nem sorolom, te azt jobban látod, mint én, úgy hazavágja, felaprítja, felporozza, feloldja, úgy szecskázzuk szét a saját akaratunkat, a gondolatainkkal, meg az érzelmeinkkel, hogy jobban se kell. Tartsd meg egyetlen pontban, a hierarchia legtetején. És épp ezért kösd össze egy kérdéssel, amire mondjuk ez válasz. Tehát mi a legfontosabb? Az, hogy megengedjem magamnak, hogy megtaláljam az életem feladatát, és ne zárjam el magam elől, és ne váljak mások következményévé. Ne váljak mások akaratának a kényszerű hordozójává, és itt a kényszerűn van a hangsúly. Egymás akaratát hordozzuk, amikor össze vagyunk kötve különböző módon, de kényszerből vagy vállalásból. Nem mindegy. Jó? Találd meg. És akkor belül az ott van. Mi a legfontosabb? És a kérdés előbb-utóbb megmutatja, hogy tényleg mi a legfontosabb, na akkor pedig azzal aztán tényleg dolgozni kell, és szembe kell nézni vele, és hogy mi lesz annak a következménye, ha te azt kiviszed a világba. Vagy elfogadod a világtól. Oké? Okay? Szívesen. Hát én őszintén remélem, hogy mindannyian megtaláljuk a feladatunkat, járunk az úton, elérjük a felébredést, és el se alszunk utána. Ezzel segíthetünk minden lényt, most pedig nyugovóra térünk. Köszönöm a figyelmet!